Nemrégiben egy nagyon különleges projekt kezdődött, amelyben tulajdonképpen négylábúakat segíthettek azok, akik Valentin napra azt az összeget, amiből mondjuk ajándékot vásároltak volna, felajánlották. Ilyen módon Valentin a kutyusok védőszentje lett itt Magyarországon. Ez volt a Valentin projekt, amelyről nem sokára Magos Judit koordinátorral beszélgettünk majd. Itt a stúdióban viszont szeretettel köszöntöm Vidra Bettit, aki azt hiszem, hogy nagyon sokat tudna mesélni, akár órákon át arról, hogy gyakorlatilag milyen nemes dolog a kutyákat a halálból megmenteni. Itt Nyíregyháza környékén gyakorlatilag ugye már számadatokat is tudsz, hiszen lezajlott a projekt. Mi történt? Hány kutyus menekült meg tulajdonképpen? Üdvözlöm a nézőket. Igen, múlt hét vasárnap került sor a Valentin projekt első állomásaként, illetve hivatalosan már az illatos útról kikerült egy kiskutya előttünk, de Rékeik vasárnap érkeztek meg hozzánk, az újfehértói és a hajdóhatházi gyepmesteri telepekről mentettünk ki állatokat, akiket ők elszállítottak a projektkeretein belül, és ők fogják tovább gondozni és gazdásítani őket. Az újfehértői gyepmesteri telepről 8, a hajdúhatháziról 7 kutya került elszállításra vasárnap. Az egyik helyen 2, a másik helyen 1 kutya maradt bent jelen pillanatban, ami jelentős terheket vet le a mi válunkról, mivel Szabolcs, Hajdú és még Borsod megyében is dolgozunk gyepmesteri telepeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, jelenleg Fehérgyarmaton, Nyíregyházán, Újfehértón van gyepmesteri telep, Hajdúhatházon most nyitotta meg kapuit a múlt héten, mondhatom a héten igazából, a héten kezdte a tevékenységét az új 40 keneles gyepmesteri telep, ahol jelenleg folyik az egyeztető tárgyalás közöttünk és az önkormányzat között, hogy hogyan tudjuk áthidalni ezt a hatalmas problémát, ami jelenleg ott is uralkodik a településen. Ez jellemző a megyében mindenhol, illetve Hajdú és Borsod megyére és az ország több részére is. Folyamatosan teltházzal üzemelnek a gyepmesteri telepek, és iszonyatos erővel próbál minden állatmentő szervezet, akik állatvédők és gyepmesteri telepekről mentenek, úrrá lenni a problémán. Ezért is nagyon örömmel fogadtuk a Valentin projektet, ugyanis egy olyan problémára hívja fel a figyelmét az embereknek, ami ma igen, szomorú Magyarországon, és egy megoldandó feladat, és van is mivel kiváltani a prevenció, amiért mi harcolunk, dolgozunk. Csak közben emellett ugye folyamatosan jelen kell lennünk a fizikális mentésekben, mert ezek az állatok már ott vannak, és kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát az ő életük is fontos és számít. A vonalban van Magas Judit, aki gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindent tud erről a projektről. Szia Judit, jó estét kívánunk neked! Sziasztok, üdvözlöm a nézőket is. Hát amikor te ezt kitaláltad, vagy ti kitaláltátok ezt a Valentin projektet, akkor el tudtátok-e képzelni, hogy ilyen hatalmas összeg gyűlik össze, és ennyi kutyuson tudtok majd segíteni? Hát azt mondhatom, hogy körülbelül senki az állatvédelemben nem tudná elképzelni, vagy nem tudta eddig elképzelni, hogy 3 hét alatt ennyi embert lehet mozgósítani, és körülbelül 30 millió forintot össze lehet gyűjteni egy ilyen felhívással. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy történelmi pillanat a magyar állatvédelemnek. Mi sem erre készültünk, mi Rékával, az Eszkulap Állatvédő Egyesülettel úgy számoltunk magunkban, hogy egy ilyen 5-10 kutyát, ha sikerül megmentenünk, akkor már megérte. Hát ehhez képest most a jelenlegi állás szerint több mint 300 kutya menekülhet ki valamilyen vidéki gyepmesteri telepről. Lehet ennek a kifejezetten Valentin napköré szerveződött projektnek esetleg valamilyen módon folytatása? Mert gondolom, hogy ilyenkor egyrészt az első sokk után azért biztosan azon gondolkodtok, hogy ha ez egyszer összejött, akkor lehet bízni az emberi jóságban. Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit ebből le lehet szűrni, természetesen a 300 kutya élet az a legfontosabb nyilván, de hogy emellett, ami a mi fejünkben még inkább kiemelkedő jelentőségű, hogy tényleg fel tudjuk hívni az emberek figyelmét egy olyan társadalmi problémára, amire általában legyinteni szoktak, hogy nem az én gondom. Tehát a vidéki gyepmesteri telepeken a halálra váró kutyák, az nem mindenkinek a problémája, legalábbis az emberek így gondolják. Most viszont ezzel a nagy népszerűséggel és ismertséggel és ezzel a
marketing kampányon, ami e körül a projekt körül volt, én úgy érzem, hogy valamiféle megmozdulás történt. És hogy válaszoljak is a kérdésre, hát az, hogy 300 kutyának kell a logisztikáját megoldanunk, az orvosi ellátását, az ivartalanítását, a szűrését, oltását és természetesen a gazdikeresését, azért ez egy hosszadalmas projekt lesz, hát nem lehet optimistán azt mondani, hogy ez egy év alatt mindegyik gazdához fog kerülni. Úgyhogy az, hogy a jövőben csinálunk-e még ilyet, vagy évekig ezt fogjuk még vinni magunkkal, ezt nem tudom, viszont csak arra tudom biztatni a többi állatvédő szervezetet, hogy tanuljanak a példánkból, és hajrá, hajrá, tehát hogy az emberekben tényleg van jóság és segítő szándék, és ezt meg kellene ragadni, és mindenki lehetne, hogy ebből egy kicsit gyümölcsözően tovább léphet. Judit, azt olvastam, hogy számodra talán az egyik legnehezebb dolog volt ugye a választás. Tehát tényleg milyen alapon választottátok ki, hogy ki lesz az a 300 kutyus, aki megmenekül a halálsorról? Igen, ez szörnyen nehéz. Ez az én szaram lett, hogy életek felett döntsek. Szerencsére az eddigi választásaim nem okoztak olyan nagy nehézséget, hiszen ahogy Beti is mondta, a Újfehértúj és a Hajdúhatházi telepről szinte mindenkit el tudtunk hozni, így nem maradt a vállamon annak a súlya, hogy akit ott hagyunk, azt esetleg halálra ítélem, meg hát ott vannak a lányok, és ők nagyon kemény munkát végeznek a környéken, tehát biztos vagyok benne, hogy a hátramaradókkal is törődnek. A választás szerintem egyszerűen szimpátia alapon megy, tehát nem tudunk arra nagyon odafigyelni, hogy milyen a kutya. Nyilván nem lehet az szempont, hogy könnyen örökbe adható cuki habos-babos fiatal kutya legyen. Amúgy is gyengéim az öreg morcos kanok, úgyhogy hát mindenféle lesz a csapatban. 300 kutyában mindenféle bele fog csúszni. Hát Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kívánjuk, hogy ez a lelkesedés és ez a szeretet ezerszer köszönjön vissza a te életedben még, a kutyusok nevében is. Én is köszönöm. És nagyon szép hétvégét. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Sziasztok. Szia, szia. Mi pedig folytassuk. Ugye a laikusok azért azt gondolják, hogy ott nagyon jól el vannak a gyepmesteri telepen, és hogy a téletük végéig el is éldegelnek. Azért van erre példa, hogy vannak olyan kutyák, akik sokáig ott lehetnek, vagy azért itt tényleg a szörnyű halála az utolsó fázis? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert az embereknek a legnagyobb többsége azt gondolja, tapasztalatom szerint, hogy ezek a helyek menhelyek. Ugyanúgy működnek, mint az állatmenhelyek, illetve hallottam már olyat is, hogy állategészségügyi intézménynek állatkórháznak tekintik. Uh-huh. Nem. Valójában ez egy eredendően elavult állami rendszer, ami régen olyan céllal lett létrehozva, hogy a kóborkutyákat az utcáról likvidálja. Erre megvoltak a módszerek. Nyilván a hivatalos törvényes módszer a hivatalos eutanázia, amit csak állatorvos hajthat végre, és a törvény értelmében a gyepmesteri vagy gyeprendészeti telepekre beszállított állatok 14 napig megfigyelés alatt vannak, addig eredeti gazdájukat keresik, és gyakorlatilag 14 plusz 7 nap, esetleg 21. nap, ahol kivárják, de 14 nap után valójában ezek az állatok már leölhetőek. Ezt így is fogalmazza meg a törvény. Az ebrendész és gyepmester feladatát külön minisztériumi rendelet szabályozza a bőrözési kritériummal, hogy megfelelően kell tudnia bőrözni. Ez ugye utal a régi rendszernek az alapjaira, hogy mire jött létre ez az intézmény. Napjainkban évek óta küzdünk azért, hogy a gyepmesteri telepek intézményrendszere reformálódjon, és egy olyan humánus szemléletet öltsön magára, amit állatvédők segítségével az állati élet megóvása, a megelőzés, és ezeknek az összegeknek, amit a gyeprendészeti és gyepmesteri telepek fenntartására fordítanak, ezeket elfelezzük, és kezdjünk el megelőzésben is gondolkodni, hogy ezek az állatok meg sem szülessenek, illetve be se kerülhessenek ezekre a helyekre. Magyarországon számos példa van már arra, hogy gyepmesteri telepeket állatvédők vesznek át üzemeltetésbe. Itt természetesen már nem kerül szóba az eutanázia semmilyen formában, de jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy Magyarország területén nagyon sokféle gyepmesteri és ebrendészeti telep működik, vállalkozási formában, illetve önkormányzati üzemeltetésben is. Nagy részt vannak még nagyon sok olyan hely, ami sajnos még a régi rendszer szerint működik. Ezekkel mi folyamatosan
azt kell mondjam, harcolunk a háttérben, ez nem nyilvánosan történik. Minden egyes eredményről megpróbálunk beszámolni, amikor is pozitív eredményt érünk el, és sikerül rávennünk egy-egy ilyen telepet a humánus működésre, engedni, hogy beengedje az állatvédőket, és egy picit szemléletet váltson, és a lakosság körében a felelős állattartás, a megfelelő gondoskodást, a megfelelő törvényi háttérrel érjék el. És igenis, ahol büntetni kell, ott büntetni kell. Mert vannak olyan állattartók, akiktől hiába vesszük el az állatait, utána újabb állatot kezd tartani, ugyanúgy az utcára kerül, ugyanúgy szaporodik, illetve az ivartalanítás fontossága még kiemelkedő, mint megelőzési forma, hogy adott területeken az önkormányzatokkal együttműködve nagyon-nagyon fontos. Nem csak a lakosság felvilágosítás, hanem a lakosság állatainak az ivartalanítása is, hogy megelőzzük azt a hatalmas létszámú szaporulatot, akik utána bekerülnek ezekre a telepekre. Hát köszönjük szépen, Betty. Az biztos, hogy 307 kutyussal tényleg lesz dolgotok, úgyhogy jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.